követelem, hogy azonnal tegyen valamit! Wissen Sie was? Ich werde Kasper und Fettel persönlich wirklich aufrufen. Jawohl! Glauben Sie, dass das hilft? A gyerekek számára volt nyitott a Szekszárdi Német Színház idei első előadása. Az elmúlt év olyan változásokat hozott a teátrum életébe, mely újfajta szakmai kihívást jelentett, hiszen a megszokott színházi közegben sok esetben nem lehetett produkciókat bemutatni. Sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak, néhány ránccal is, de tehát elsősorban rugalmasabbak lettünk, tehát most megtanultunk gyorsan reagálni a változó helyzetekre, gyorsan kitalálni BCD terveket. Tehát megtanultuk használni a közösségi média és egyéb online felületek lehetőségeit sokkal jobban, mint eddig. Azt gondolom, hogy az iskolákkal, oktatási intézményekkel sokkal jobb kapcsolatban vagyunk mostanában, mint korábban voltunk, és jobb az oda-vissza kommunikáció, hogy mire van szükségük például. És most például január-februárban egy olyan projekten dolgozunk, aminek egy része audio verzióban kerül rögzítésre, és így is fogjuk majd a nézőket fogadni, hogy kis fülest kapnak, és akkor úgy megyünk nem csak itt a színpadra, hanem külső helyszínekre, kisebb csoportokban. És mondjuk pont ez a darab, amit most készítünk, az a magyarországi németek kitelepítésével foglalkozik, és ennek apropóján egy olyan, azt mondom, hogy projektet kezdünk el, mert nem klasszikusan egy színpadi darab, amit múzeumokban is tudunk játszani, illetve múzeumokban is el tudunk vinni. Ha azt mondom, hogy mit szeretnének az oktatási intézmények, mire vágynak, ők is az élő élményre vágynak inkább. Hát 2 évig most online tanítottak, szerintem mindenki a szemtől szembe dolgokra vágyik. Nagyon sok olyan ilyen kisebb formátum produkciónk van, például a zsebmese sorozat, vagy zsebszínházi sorozat, ami kifejezetten óvodák, iskolák osztálytermeibe való, és pici díszletigénnyel, 2 színésszel játszuk, interaktív, a német tanulást is szolgálja a szórakozáson kívül, és nagyon-nagyon népszerű, tehát nagyon sokat mentünk ősszel, amíg lehetett, tehát a szeptember, október, november hónapunk az nagyon erős volt. Minden kísérlet sikere ellenére az élőművészet áll legközelebb a szívünkhez, mondja Locz Katalin. Azt nem írja semmi felül, amikor a színházban egymásra talál színész és a közönség. De edzésben kell maradni, és ehhez most új utakat kellett kitalálni. Meg kell találnunk azokat a metszeteket, ahol más művészetekkel mi úgy tudunk együtt működni, vagy más technikákkal, ami még mindig a színházi élményt hozza, vagy pedig lehetővé tesz, hogy a mi színészi tudásunk egy másik formában is csillogjon. Ez egy nagyon nagy kihívás, és nagyon erős, nagyon-nagyon kell egyensúlyozni, hogy megmaradjon a mi közösség, megmaradjon a színháznak a szeretete, megmaradjon az, amit mi a legjobban tudunk, de meg kell keresni azokat a formákat, amiket ebben a helyzetben is biztosítani tudunk. Tehát ebben a vírus helyzetben, amikor nem lehet együtt sok ember egy zárt térben. Azért nem félek azért annyira, hogy elveszik a varázs, vagy elveszik az egész, mert most a semmihez képest adunk valamit. Tehát, hogyha majd túl leszünk ezen, és újra működhet a színház, én azt gondolom, hogy mindenki örömmel fog. Én optimista vagyok ebből a szempontból, én azt gondolom, a nézők is örülnek, és hát mi is nagyon, hogyha újra együtt lehetünk egy nagy térben, és mehet az élő művészet, és az a hatás, és ami visszajön a közönségtől, és ez az oda-vissza kölcsönhatás a nézők és a művészek között. Amellett, hogy új tagkeresése zajlik, a színház gőzelővel készül arra, hogy klasszikus formák között találkozzon a közönséggel. Ez 2 bemutató formájában valósul meg, melyek nyárig színpadra kerülnek. Tavasszal, nyáron klasszikus színházi projektekben, darabokban gondolkozunk. Tehát 2 előadást tervezek még erre az évadra. Március végén lesz egy bemutatónk, egy vígjáték, valószínűleg egy klasszikus, még nem teljesen egyeztünk meg a rendezővel, és június közepére pedig Ödön von Horváthnak a munkásságából egy szeletet ragadunk ki, és egy olyan zenés estet készítünk, ami az ő műveivel és a kortárs művekkel, az ő korából a kortárs művekkel foglalkozik. A színház több szabadtéri előadást is tudhat maga mögött, és ezek sikeres sarkalja őket arra, hogy az idei esztendő tervezésében is ezek szerepet kaphassanak. Hát a barokkos alkonyok miatt, hát talán az itteni levegő íze, illata miatt, hát talán az itteni vagy a étterek íze miatt, vagy talán az itteni
miatt, vagy az itteni dombok és hegységek miatt. Még szerencsésnek mondhatjuk magunkat, talán tavaly nyáron talán 3 előadásunk maradt el az időjárás miatt, a 20-ból körülbelül. Jól működik, nagyon szeretjük a Vármegye háza udvarát egyébként, tehát ez egy nagyon szép kültéri helyszín, vagy szabadtéri helyszín, jó a hangulata, van egy külön varázsa, és hát ugye a biztonságot adja, mert pont ebben a vírusos helyzetben. Tehát továbbra is abban gondolkozom, hogy ez a vígjáték, amit majd tavasszal készítünk, ez szabad téren is mehessen. Most úgy gondolkozunk, hogy azért minden előadáshoz a zene nagyon-nagyon fontos. Szabad téren nagyon nehéz lenne mondjuk eladni egy Csehovot. Már az is van a repertoárunkban, mert ez egy másfajta koncentrációt igényel, mint amikor csicseregnek a madarak, meg fölöttünk felhők mennek, tehát hogy ez egy szórtabb figyelem, oda könnyedebb dolgok. Bizakodó vagyok, és azt gondolom, hogy idén is sikeres munkát tudunk végezni, mindegy, hogy ez egy osztályteremben, szabad téren vagy a színház közegében zajlik majd. A lényeg, hogy játszhassunk és szórakoztathassunk, adott esetben taníthassuk a közönséget, mondja Locz Katalin. Az.